Hát szevasztok srácok, itt Panzer Pandi, és itt is lennék a Championship Challenge-es videóval. Pantival kezdünk, úgyhogy mindenek előtt átváltok be erre, ez az a pálya, ahol be nagyon jó. És Bell igazából istenség már. Egész meta, legalábbis eléggé durván meta egész régóta. Na itt van Bia másik, akit mindig hoznak. Ezébe. Hát van itt B meg Leon. Nagyon sokan szeretik hozni a Leon. Nem tudom, hogy most csak flexből, vagy másokból is. Igazából most megölt. Folytatom tovább a dumálást, amit az előző videóban elkezdtem. De vagyis hát nem nagyon, nem igazán folytatom, hanem csak dumálok megint, mert el kell dumálni valamivel az időt. Úgyis hamar kiesek, úgyhogy nincs mit nézni. Mondjuk azért, amíg benn vagyok a game-ben addig, vagy a meccsben addig érdemes lehet. Azon túl már nem nagyon. Kettesével töltögetem fel mindig a videókat, mert vagy leállítom, vagy elzélem a felvételt, elrontom a felvételt, így két részben kell felvenni, de Bounty amúgy azért nem szeretem annyira, mert igazából egy konkrét időnk van, aminek le kell tennie, így is úgyis a játékban töltve, hogy vége legyen egy meccsnek, és emiatt kicsit sokáig tart. Gemgrabot meg lehet például úgy oldani, hogy minél hamarabb megszerzed a gemeket. És úgy mindjárt más. Na, nyertünk, úgyhogy menjük a következő meccset. Két perc egy. Egy ilyen ezés meccs. Most így látom magamnak a két percet. Na. Egyébként mit mi adresszére adjuk rá? Ritkán adja ezeket a free powerpointokat. Ami egyébként jó ittes, mert behozták, csak nagyon ritkán kapok belőle. Tehát meg a boxból is, hogyha jönne mondjuk néha napján, nem sokszor, néha napján ugyebár, ha jönne, akkor lehetne rendesen tolni, de így nagyon nincs értelme, hogy ilyen kicsire a drop rate. Mert könnyebb lenne húzni vele a karaktereket, hogyha többet dobálna belőle, csak nem dobál többet belőle ezért. Nem igazán látom értelmét sokszor, hogy minek van benne a játékban. Eddig összesen 100-at se sikerült belőle szereznem szerintem. Pedig azért most már a tíreket azokat egy picit húztam rajta, hogy meglegyen pár tír a Brawl Pass-ben, és még így is 100 darab jött köbö, max. Bár mondjuk annyira nem tolom hardcore-ba mostanság a Brawl Pass-t, mert igazából kevés ideig tart, és küldetések most már annyira különböző karakterekre, meg mindenre van, mert nekem minden megvan, hogy hát nem minden, de azért sok minden. Megvan, hogy nagyon nehéz igazából úgy találni, hogy többet lehessen megoldani. Annyi féle karakterre meg vizére meg lehet szerezni küldetéseket, hogy hát lehet kapni küldetéseket, hogy gyakorlatilag igencsak nehézkes a dolog. Ezt meg elvesztettük, ahogy nézem.
egy lúz. Csak a szokásos formámat hozom. Érdekes, miért hoznak Darylt. Erre a pályára nem igen jó a Daryl. Még a Brockot úgy, ahogy megértem, de Darylt. Tehát ide a távolsági vadászokat, távolsági lövő karaktereket kell behozni, nem a másokat, egy, másikokat. Egyébként azért tart sokáig az első challenge rész, mert gyakorlatilag tehát itt arról van szó, egy megkötött idő alatt kell megoldani a dolgokat. Sajnos most ez az első challenge rész rettenetesen hosszú. Bár a Bounty-t azt szeretem egyébként, csak ha videóban vagyok, akkor kicsit hosszúnak tartom. Mondjuk... Sokszor van az, hogy a tete baltázok valamit nagyon durván, és az a baj, hogy nem tudok mit kezdeni vele, mert tehát nem vagyok egy profi. Nem is ezért irányított lövést használok, mert abban meg aztán főleg nem vagyok jó. Most megpróbálok egy kicsit azzal célozgatni, de hát jó Isten, az nem... Ez nem az a... az én stílusom, bár mondjuk... Még egy losz, nagyon jó. Ha így folytatjuk, 10 perc alatt ki is esek a challenge-ből. Csak jó szokásomhoz híven, ugyebár jó dolog az. Amúgy tökre szeretem, hogy amióta kivették a játékból a gemeket, gyakorlatilag a boxból droppolódható gemeket, azóta, ha nem viszed ki a Brawl Pass-t, akkor gyakorlatilag nem lesz sok gemed. És a Brawl Pass-en is 10-15 tírenként vannak elrejtve a gemek. Még azt se lehet rá mondani, hogy a Yahoo de gyakran. És csak 90 van egy Brawl Pass-ben. Bár lehet már erről régebben beszéltem egy videóban, mert a Brawl Pass-es rendszer óta nincsenek ugye gemek a boxokban, és szerintem azért sok helyen frusztráló, hogy tehát ha az ember Brawl Pass-t akar, akkor nem költheti el skillre a gemet, ha csak nem vásárol kempeket. Ja, meg most legutóbbi, vagy az előtti update-ba lett behozva, hogy 50 napos egy Brawl Pass, tehát a frissítés még jöhetne havonta, de nem jön havonta, de a Brawl Pass azért 50 napos megrövidült, így még nehezebb kivinni. Nekem is rá kell majd húznom a szünetbe, hogy kivigyem egyáltalán. Egyáltalán meglegyen, és mondjuk az előző kettő se volt meg. Ezt is bukjuk, nagyon jó. 10-15 perc alatt simán lehetem cseszni. Igazából, tehát most meg
Régen ugye havonta voltak a Brawl Talkok meg ilyenek, de most már nem. Tehát most már konkrétan nem jön nagyon frissítés a játékhoz. Most is nem volt már másfél hónapja, vagy hogyan. Tehát a... Ja, és a legutóbbi Brawl Talkban azt, hadd ne felejtsem el, hogy nem mondták, hogy mikor találkozunk megint. Lehet a fejlesztők befejezetnek érzik a játékot, és azt hiszem, hogy gondolják, hogy ennyi elég volt, berakunk mindig valami Brawl Pass-t, arról lesz valami bebefögés, és ennyi. Pedig régebben annyi minden van, meg a community is, annyi sok mindent, a közösség, annyi sok minden jóságot kitalált már. Visszahozni a gemeket például szerintem sok embernek sokkal barátibbá tenni a játékot, aki mondjuk nem akar költeni rá. Nem büdös pay to win, mint én. De... Mert én büdös pay to win vagyok, úgyhogy nekem ez már... Úgyis azért, de örülnek neki, hogyha jönnének a boxokból gemek, mert akkor legalább... Tehát nem kéne azzal szórakozzak, hogy Brawl Pass, Brawl Pass, Brawl Pass, mert nem lesz meg a gám is. Következő Brawl Pass-re, hogyha ezt ki tudom vinni, akkor már meg lesz a gemem, csak ezt a Brawl Pass-t meg azért szeretném majd megvenni valamikor, mert az a Rico skin, az bakker, az nagyon jó cucc. Azt tetszik az a bogaras Rikónak is. Estünk szerintem. Gameből. Pontosan. Nagyon jó kiestünk a játékmeccsből, úgyhogy kövit ír, az mindjárt megvan. Tehát melyik Rikó skillről beszélek igazából. Hú. Ez a Firefly Rikó, ez nagyon menőn néz ki. Egyébként elviekben azt mondták a fejlesztők, hogy nem lesznek exkluzívak az exkluzív skinek, csak amit eddig megvolt. Tehát a Bell skin, ami nekem megvan, az nyilván exkluzív lesz, de többi az nem. Hát igen, meg még nincs meg, pedig ez a Beaton, meg ez nagyon jó, jó skin, ne? Nye? Ne. Most nagyon sok az ilyen fizetős dolog benne a játékban, tehát 3400-ért meg. Nem értem, hogy miért rakják be ezt így, ezt a sok game offert. Itt van ez a megaboxos cucc is, tehát ez... Na mindegy. Most nem veszem meg ezt a megaboxos micsodát, mert nem lesz gemem. Úgyhogy... Na, viszont most le fogom állítani a felvételt, és felrakom a videókat, úgyhogy szevasztok, srácok, Panzer Pandi voltam, találkozunk jövő héten a következő hangyás helyzet jelentő videóban. Szevasztok!